A csatorna főtámogatója nordicamoto.ru. Sziasztok! Üdv innen a Jax garázsból! A hátsó fékbetétet ki fogom cserélni. Most már elég kopott, úgyhogy megérett a cserére a régi. Tartsatok velem! Tehát első mozzanatként levesszük ezt a hátsó sárvédőt. Ezt amúgy is GSS-eknek mondom, hogy nem árt nézni közben ezeket a, ezt a három csavart. Mindjárt megmutatom, amit levettem, hogy mi a helyzet vele, miért kell figyelni. Van egy ilyen fém pöcök, az a múltkori levételnél vettem észre én is, hogy eltörött. Ugye azért itt rázkódik ez a hátsó rész elég kegyetlenül, akármilyen masszív is maga ez a műanyag cucc, de azért el tud törni. Nem árt közben leellenőrizni, hogy akkor milyen fája vele, nehogy elhagyd valahol, mert amúgy nem egy olcsó dolog. A Szabinak a GSI-ről letört volt, és végül úgy döntött, hogy nem vesz újat, mást, mert elég drága. Tehát ilyen 200-300 eurókról beszélek. Na, hölgyek, urak, itt van egy felfogatás, itt egy másik, és itt magába ebbe a bolygóházba, vagy a dipibe, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, ebbe megy bele a cuccos, és már is elérkeztünk a két fékbékánkat fogó nagyobb csavarhoz. Ja igen, azt elfelejtettem mondani, hogy ezeket a csavarokat T30-as torxal tudjuk kivenni. Most pedig következik a T45-ös torxunk, ami ez a. Ez. Látszik is, hogy nekem ott belül meg van heggesztve. Ezt Grendel barátomnak köszönhetem, ő vette észre, ő heggesztette meg. Majd ki fogom írni a nyomatékértékeket is, hogy mindenki, aki komolyabban akar ezzel foglalkozni, azt tudja. Innen már nincsen nagy varázslat, effektíve kicsit megmozgatom így jobbra-balra a féknyerget, hogy könnyebben jöjjön le a tárcsáról. És már is megérkezett. Üha! A sejtésem az beigazolódott, srácok, mert eléggé el van kopva itt a buli. Na mindegy, ki fogom venni, nem tudom, ti látjátok, de majd mutatom, hogy a belsőn ezen semmi nincs jó formán, a külsőn viszont van, de általában így szokott kopni mindig, mert az egyik, tehát a dugattyú nyomja neki. Itt van a dugattyú, és ez, hogy neki nyomja itt a dolgokat, ezért kopik a belső jobban. Most pedig ezt a biztosítékot innen ki kell vegyük, és akkor innen kicsúszik ez a tengely, és kijön a két fékpofa. Ennyi az egész, ez egy sima ilyen biztosíték, nem egy nagy varázslat, jó szolgáltat tud tenni. Ezt csak azért rakom ide, hogy itt ne karcoljam össze itt a dolgokat. Hamarabb is ide tettem volna, de most jutott eszembe, hogy bocsika. Elméletileg ezt innen ki kéne. Jó, ki is jött. Kihúzom a lengedő a fékbetéteket. Jézusom! Na hát ezt érdemes azért a kettőt egymás mellé rakni, nézzétek meg. Ez a belső. Van rajta 2 milli, ez pedig a külső, hát ezen egy picivel több van, de a kettőt, ha megnézitek, azért van különbség a kettő között. Tehát ugyanolyan Brembo karbonkerámia fék fog visszakerülni, hátul amilyen volt elő, de ki is bontom, hogy lássátok a különbséget, hogy tehát mennyire vastag az új, és milyen a régi. Nézzétek csak meg. Tehát
látszik, én remélem, igen, az ír. És az újnak a feradó része vastagabb, mint maga a régi, teljesen. Úgyhogy ez már tényleg nagyon cserés volt. És meg is nézem gyorsan, hogy hány kilométerben van a hátsó fékpofa, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyit ment. Elég sokat használom én amúgy. A fékpofa az 21.000 kilométerben van, plusz-minusz 50-100 kilométer. Tehát 21.000 kilométer tartott ez, ami szerintem nagyon jó, de most már kicseréljük erre az újra, mert muszáj. Kicsit visszanyomom még a dugattyukat, hogy érjek be jobban. Lássuk. Tehát jön az egyik. Ide így. Beügyesen oda a helyére. De hát ezt jobban össze kell nyomni, ennél fog beférni. Ja persze, azt még elmondom, hogy aki ezért engem mágia tűzre akar tenni, hogy én itt magamnak cserégetem a fékpofákat, annak valószínű, hogy vagy technikai tudása, vagy mersze nincs, vagy sok a pénze, de az ilyen alap dolgokat, ezt már tudjátok, én szeretem magamnak intézni. Több okból is, az egyik az, hogy tanulom a motoromat, ezt már mondtam, a másik ok pedig az, hogy szeretem ezeket csinálni, és még spórol is az ember. Most egy fékbetétcsere nem hiszem, hogy olyan drága lenne akárhol, de én, hogyha meg tudom csinálni, akkor miért ne? Sokan írtátok, hogy hú, baszki, hát ez megölöd az embereket, meg magadat ölöd meg valami, amikor kicserítem az első féktárcsát plusz a fékbetéteket. Azóta se lett bajom, üzenem minden is, és nem tudom, na, aki úgy érzi, fogjon neki, aki nem, én nem buzdítok senkit, millió egy bomba készítő videó van a neten, de az, annak se szökik neki senki egyből, hogy ő aztán ő most ezért most bombát csinál, felrobbantja a félvilágot, úgyhogy jó emberek, kicsit gondolkozzatok el, ha te nem akarod, oké, én attól meg csinálom, az neked ne fáj. Na, kicsit bekújtam ezt ilyen zsírsprével, jobban csúszom be oda a helyére, most pedig jöhet itt a nagy tudomány a fékbetétcsere. Tehát bemegy, ott megnézitek, nem tudom, látszik-e, de ott belül van egy helye, ott bent, ahol botlik. Belejön a másik is, ugyanúgy bele szembe. Így. Ez a tengely. Megy ide vissza, amely megtalan desse. Jó, egy kalapáccsal egyet suppintunk. Helyére. Jó, most pedig visszarakjuk. Ja igen, ott van egy lyuk, amiben bele lesz pattanjon, és bele is pattant, úgyhogy rendben vagyunk. Ezt a védőcuccot leveszem, és lássuk, hogy tudom visszarakni ide magára a tárcsára, mert lehet, hogy még tényleg kicsit feszítsek. Legyen. Itt egyik tárcsa, vagy az egyik betét itt marad, a másik megy az vissza. Jó, rajta vagyunk, minden a helyén, elméletileg. Lesz egy kicsi karcolás azért első körben, de hát ez van. Jó, rakom vissza a csavarokat. Jönnek ezek a nagyok, amit elfogja a fék nyerget, nálunk fék békát, nem tudom, hogy béka, de mindegy. Most elfogja ide a helyére. Ennél ugye van ez a fém cucc, ez jön ide. Most egy nyomaték kulcssal fogom meghúzni ezeket a csavarokat, ha jól emlékszem, akkor 24 Nm-re kell meghúzni, de majd ki fogom írni ide nektek. Tehát a nyomaték kulcsunkat beállítjuk 24 Nm-re,
Newton-méterre, és meghúzzuk a csavarunkat. Rendben, igazság szerint ezzel meg is vagyunk. Jöhetnek vissza a sárvédőfogó, sárvédőtartó cuccok. Azt kell megnézzem, hogy jó helyre van ez a kapva. Ez megy oda, oké, nem. Ez a cucc, ezt most újra meg kell engedje, mert hogy nem jó fele fordítottam, ezt nem árt előre megnézni, én se figyeltem erre még, úgyhogy majd figyeljetek, tanuljatok az én hibámból, mondjuk ez szerencsére nem olyan nagy hiba, de még az, hogy ez többen valószínű, hogy akkor oda ráfett. Igen. Amúgy most jöttem rá, hogy itt van direkt egy ilyen bevágás, úgyhogy ezt így kell ide visszarakni. Jó, most is látjátok, most is tanultam valamit. Jó. Nyomatékkulcs, igen, a nyomatékkulcsnál ez nagyon fontos, hogy amikor végeztetek vele, akkor mindig engedjétek vissza, tehát szabadítsátok fel magát, ezt a rakjátok vissza nullába, azért, hogy ne feszüljön a rugó benne, és tartson be, hanem egy idő után megnyúlik, és nem fogod tudni használni a nyomatékkulcsodat, amúgy pedig nem egy olcsó mulatság. Azért is megéri vigyázni ezekre a dolgokra. Amúgy múltkori ilyen szerelős videóban meséltem arról, hogy kell lecserélni itt hátul a diffibe az olajat. A legtöbb GS-nek van itt alul egy olajleengedője, ennek nincsen, úgyhogy az volt a megoldás, srácok, hogy itt ezt a csavart megengedtem. Itt a feltöltő csavarnál kifolyt belőle, tehát ez az egész rész így leereszkedett. Itt persze kereket levettük, stb. Leereszkedett, és utána ugyanazon a nyíláson kellett feltölteni. Ez egy kicsit olyan szar dolog, de végül egy fecskendővel és egy slanggal megoldottam. Tehát ehhez hasonló dolgokat tanul meg az ember, tapasztalja meg, hogy és mind kell ezt csinálni, ami szerintem hasznos. Akárhol az útszélén valamit bajod van neked, vagy egy motoros társadnak, akkor tudsz segíteni rajta, és nem csak ott állsz, tárcsázod a mentőt, vagy az autómentőt, motormentőt, stb. Hanem ügyesen tudsz egy kicsit segíteni neki, amit gondolom, hogy a karma majd valamilyen szinten viszonyozni, legalábbis ezt hiszem. Ezekkel is nagyon vigyázni kell, hogy jó benjen bele a menetbe, mert ez egy ilyen alumínium cucc, és ha megfutott a meneted, akkor végezté. És nem is szabad szarrá húzni, 8 Nm amúgy a megengedett, amivel le kell húzni. Jó, megvan a 8 Nm-unk, vissza van rakva a sárvédőnk. Ki vannak cserélve a fékbetétek, itt a régi, meg a vasba. Ami még fontos, hogy ami előtt elindulnátok, srácok, ezt pumpálni egy párszor. Most egy kicsit ilyen hülyén itt varrógépezek, de a lényeg az, hogy pumpáljátok vissza majd a fékpofát, hogy nyomja oda a tárcsához, mert hanem amikor kellene egy nagyot fékezel, és nem sikerül megállni. Na, hölgyek, urak, ez lett volna a fékbetétcsere hátul. Remélem, hogy tetszett, hogyha tetszett, akkor nyomj rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, hogyha nem tetted meg is, hogyha még jobban tetszett, akkor meg is osszhatod ezt a videót, vagy más videóimat is. Köszi, hogy megnézted, találkozunk a következő videóban.